Az egyik ismerősöm a Facebookon, mint ahogy ez mostanában valami, mint valami vírus úgy terjed, kirakta, hogy már pedig ő most aztán törölni fogja azokat az embereket, akik neki nem jelzik vissza legalább egy-két szóval, hogy mennyire fontosak a számára. És akkor én hozzáírtam ehhez a bejegyzéshez, hogy hát szerintem hagyjuk meg a lehetőséget mindenkinek, hogy úgy használja a Facebookot, ahogy akarja. Tehát vannak, akik csak nézik, hogy mással mi történik, és van, aki meg aktívan posztol. És akkor erre visszaért, hogy azzal valóban egyetért, hogy hagyjuk meg mindenkinek a lehetőséget, vagyis hagyjon békén. Ja, igen. Hogy ha akar átkozolni, nyugodtan átkozottasson. Igen. És hogy mennyire, hogy is mondjam, divat lett ez a én aztán ilyen vagyok, mindenki más meg kapja be, már bocsánat. És hogy viszonylag kevés olyan embert találsz, aki nem bosszankodik, vagy panaszkodik, hanem jól érzi magát a bőrébe. Meg tudod, mi tetszik nekem nagyon idézőjelben, amikor olyanokat tesznek ki, hogy mondjuk lefotóz egy szemetes folyópartot, vagy strandot, vagy teljesen mindegy, és akkor kiteszi, hogy na há, hogy ezt így hagyni, és hogy azokat kéne, hogy tudod, ott rendben rakni. Tehát ez, amikor így felnőttből a hülye gyereknek mondom én, hogy neked hogy kéne élned, az hát szerintem az nem... Nincs olyan ember, aki erre fogja magát is összeszedni. Elkezdtem ezt szedni, igen. Érdekes, hogy igazából tehát ez az üzlet, amiben vagyunk is, mennyire megváltoztatta a gondolkodásmódunkat ezen a téren. Hogy először az ember ugye csak a saját érdekében nem kezd el ilyen panaszkodó emberekhez hozzászólni, mert tehát nyilván nem akarja elveszteni az ügyfeleinek egy részét, nem? Ahogy nem szólunk hozzá vallási bejegyzésekhez, meg focicsapatokhoz, bár az csapat, igen, főleg politikában nem érdemes az embernek hát magyarnak, figyelj, vélemény nyilvánítani, mert ott azonnal parázsba tapos. És egyszerűen lépésről lépésre, hogyha akar egy jó énképet kialakítani magáról, akkor leszokik arról, hogy beszóljon, ha addig beszólt. Jó, csak tudod, mit mondanak erre a többi? Erre azt mondja, hogy elveszted a magánéletedet, tehát, hogy mindent az üzletnek rendelsz alá, és hogy igazából te egy arcot mutatsz, tehát szerepet játszol, mert nem szólsz se ehhez, se ahhoz, se amahoz, örökké csak a hülye üzletedet posztolgatod, meg a sikereidet, meg izé, és hogy ő neki meg ez a visszatetsző. Hogy azt gondolja. Igen. Gyakorlatilag fel kell adnia az énjét. Igen. És hazudnia kell, hogy szimpatikusnak tűnjön. Pedig szerintem azzal, hogyha ezeket a tök felesleges veszekedéseket, meg konfliktusokat elkerüli az ember, már akkor is, ha nincs üzlete, már jót tesz magával. Erre mondta Gandhi, hogy te magad légy a változás, amit a világban látni szeretnél. Menj előre, és mutass jó példát. És hogyha fel is hívod rá a figyelmet, akkor ne úgy, hogy én ezt meg ezt csinálom, neked meg azt. Tehát, hogy ne tedd hozzá azt, csak azt, hogy... És tényleg úgy van, hogyha egyre többen csinálják ezt csak úgy némán a jót, akkor szerintem egyre több ember lesz az, aki... Én tudod, mindig azt mondom... Minden mondatot megpróbálok befejezni, nem mindig sikerül, hogy ez az, amit a Gandhi mond, hogy te magad légy a változás. Tehát, hogyha valaki nekem mondjuk egy dühöngő levelet ír, teszem fel. Én nem szeretnék ilyen világban élni. Olyan világban se szeretnék élni, ahol csak addig vesznek ember számba, amíg akarnak tőled valamit, utána már nem is köszön, meg nem is ír vissza a leveledre, meg semmi. Én nem ilyen világban akarok élni, tehát én nem követem ezt a példát, hogy ők se írnak vissza nekem, akkor én is paraszt leszek, és akkor én sem válaszolok egy levélre. Emiatt. Mert hogyha én is ezt csinálom, meg a többi is ezt csinálja, akkor egy ilyen világ lesz, hogy az lesz a standard, hogy csak addig veszük egymást ember számba, amíg akarok tőled valamit, utána mit érdekel, föl is bukadsz. Tehát... Ezt az üzlet hozta ki belőlem, basszus. Hiába is mondja bárki, hogy én feladom ezt, vagy azt, vagy amazt. Ha én ezt az üzletet nem kezdem el, sokkal többször csúsznék én is bele abba, hogy
vitatkozzak, meg mondjam a okosságot, amit én úgy gondolok, ugye mondjam a véleményemet. Szerintem. És látom, hogy nem teszik a többiek se. Tehát, hogyha nem akarom beléd folytani a szót, de ha megnézed a DXM-be, akik sikeresek, akik igazán sikeresek, egyetlen egytől sem tudnék idézni egy morgolódós Facebook posztot. Biztos van összefüggés. Nyilván. Szerintem nem is szívesen olvas az ember ilyesmit. Az meg a másik, nem csatlakozik ilyen emberhez, aki az morgolódik. Az meg pláne, így van. Tehát, hogy most csak azért, hogy együtt panaszkodjunk, annak nem sok értelme van, nem sok haszna van. Nem. Nekem volt főiskolás koromban egy ismerősöm, aki valahogy így gyárilag pozitív volt. Tehát nem tudom, piszok mázlista. Mázlista, igen, hogy a családjából hozta, vagy hogy történt, hogy ilyen. És úgy hidd el, hogy tényleg csüngtek rajta az emberek. Tehát, hogy ez a pozitív gondolkodás, ez a derű, ez vonzó. Az a rezgés. Az a rezgés, igen, hogy mint a bogarak a fényre, így mennek hozzá az emberek. Tehát sokkal jobban megéri, ez, bár ez nem ilyen megéri dolog, de mégiscsak ezzel a szóval mondom, jobban megéri magadat is egy magasabb rezgés szintre hozni, mert te magadnak is egy jobb társaság vagy. Meg akkor... És végül is magadról össze vagy zárva egész életedet, tehát nem menekülhetsz. Így van. Meg jobb eséllyel találsz olyan társakat, akik szintén így érzik jól magukat.